2 van is a játék. Quacknix lesz végül Greymane, Breezy Warrior-on láttatuk is a kis plakáton, Swimpé, Tyrande, a Wubi lesz majd Dehaka, és a legvégére Smexy csatlakozik Regárral, míg a Dignitasnál érkezik Snitch Falstaddal, JPL megint Stitches, Bakery élet, Malfurion, Zélia megint Ragnaros, és végére Manny áll be a Keltasszal a titkos fegyver. Úgy tűnik leváltotta Gul'dant és Jaina-t a döntőre, és Keltasszal próbál valami nagyot alkotni. Ennek tudatába kezdődik el a második körünk, és Jay-ék pedig a sunyi mód húkot választják. Erős kezdés lett volna onnan húkolni egyet. Fasted már érkezik is topra is, szókolja a lényt. De Haka is Greymane ellen egyedül. És úgy tűnik, hogy egy roaming indul majd meg miden és itt ott lénen egyaránt. Snitchnek lesz komoly gondja, érkeznek Breezék is. De a minion nélkül nem biztos, hogy túl jó dolog pusholni azt a turretet. És a húk pedig mellé megy. Hasonlóan Tyrande stunjához, a Root ugyanígy fog érkezni Bakerytől. Ha nem jó a húk, nem lesz jó a Root sem. És ez is egy nagyon meta kombináció, amit azért már egy évvel ezelőtt is játszottak a Dignitasosok. És Smexy ragad bent botlénen. Nagyon könnyű First Blood a Dignitasnak. Elképesztő jól játszanak már megint. Érkezik három oltár közben. De előtte egy gyors kempezést tervez a Dignitas. A Root nagyon szép Breeze-re, de nem akarják engedni nekik. És itt van egy komolyabb harc, de 4v3-ban, most már 4v4-ben nem biztos, hogy jól dönt a Fanatic, hogy bemerészkedik. Érkezik Snitch és Breeze van meg először. Jó a húk, Wachnixen, Jay Vanson elég nagy gondban van, de valamiért Wubi nem kergeti. Inkább a képet választa, majd egy jó draggal Zéliát közelebb húzza a csapatához. Ők is elhoznak egy killt. Talán megérte. Atér a turretért cserébe, és megy egy trade. Kettőt hoz el a Fanatic, és egyet a Dignitas. Gyönyörű taktikai leolvasás a Dignitas oldalról. Mintha nézték volna a nagy monitort maguk mögött, bár ugye nem látnak rá. Jól érezték, hogy mit csinál a Dignitas. Dupla camp ezzel már a bot lane, és elindulnak botra. Kell nekik még az a maradék turret. Én pedig azt mondom, hogy a Dignitas mellé rakom le a voksomat. Döntsetek el ti is. Elképesztő nyúk van Jayen. Nagyon szép a stunt Swimpy-től. De hát nem lesz olyan könnyű megölni. És micsoda húk Breeze felé, még a turret is belelő néhányat. És végül a Frame Strike viszi el menétől. Nagyon szép visszatámadást láthatunk a Dignitas-tól. Ők lesznek meg hamarabb level 6-osok. Hát, nem egy leszongorázott mérkőzés, az biztos. Nagyon közel játszik a két csapat egymáshoz. Egy jó reg európai döntő. Hol vagy most Amerika? Feledésbe merült. Snitchék, vagy bocsánat, Quackék hoznak el egy top lane campet. De közben Bakerék négyen pusolnak kettő ellen, Smexy és Swimpy próbálja fölvenni a ritmust, de hát a két support erre igazából elég rossz választás, így két könnyű turretet elhozva a Dignitas készülhet majd a minden spawnoló oltárra. Előtte pedig érkezik megint egy camp, ezt viszont most nem olvassa a Fanatic. Úgyhogy botlénre is nyomást gyakorol még a Dignitas, amellett, hogy oda kell, hogy figyeljenek majd a midlén oltárra. Érkezik Falstad is, de Haka is topról, egyik őjük sem használja el a globált még, hiszen majd a csata után könnyebb lesz így majd újra topra érkezni, és idő pedig van rá bőven, hogy leérkezzenek. És elindul Zéliának a
channelingje, nagyon okosan Swimpy szakítja meg, mintha elmentek volna, de visszatámadnak, Breezen ott van a hú, jön aztán itt Jade jelen van egy kisebb fókusz, Booby pedig érkezik, jó a drag, Bakerynek a cleanse annál inkább Zéliára nagy mentés volt. Jay marad még mindig ott, a root nagyon jó Bakerytől, így egy darabig távol tartják, és az a hook megint jó, és Quackus talán az egyik legjobb target erre a hookra, kellett a Clans Maxitől, hiszen még tornádó is talált menétől. De nincsen még halott. És az a kis fránya oltár is ott van még. 36-32. Elhúzhat a Dignitas, bocsánat, a Fanatic, ha sikerül elhoznia ezt. De már fél HP alatt, aki botlénen a Fanaticnál, abból még nagyobb gondjuk lehet. A hú pedig még elég rövid, de majd később. Úgy gondolom Bakerék el fognak menni kempezni. Most jön le Ruby, pusolt egy kicsit. Midlane-ről majd érkezik, de eléggé fogy a HP-ja, mené nincs itt, ez a nagy szerencséjük most a Fanaticosoknak, de felnie kellett egy picikét a botlane-en. És végül a Dignitas-é. Az egyedüli oltár is Egarra eláll ezzel a kornak az életereje. És jön két könnyed camp, talán Jay-ék odaérhetnek. De erről most lekésnek egy kicsit. És egy rövidebb úton terelik, mondhatjuk így, azt a két kis pumpkin headet. Nem nagyon akarnak feléjük menni, megvárják a társukat. És aztán indulnak el a botlane-re. És most jönnek Breezék, 4v4. Jó a kombó mindig Jayen. Aztán is a Tirande. Breeze duo, de Jaynek viszont nagyon jó a spell elleni levédő képessége is, ott van az első kép a Dignitas oldalán, és a level 10 is egyaránt. És megint a hasonló talenteket láthatjuk, Mighty Gust. Lassítás hozta megint Jay. Phoenixon Keltasznál, Sulfurás Zélianál, és a Twilight Dream pedig Bakerynél. És kettő plusz be tud kísérni ezzel még a Dignitas, úgyhogy átveszik a vezetést korhátőgyileg. Cursed Bullets-et láthatunk annál a Greymane-nél, az viszont elég jó lehet, hogy Stitches-t le lehessen ölni az elején ezzel a dupla stun kombóval, és már ott van a Taunt Worion-on, Adaptation lett végül Dehaka választásra, a jó reg Bloodlust és a Starfall, agresszív két heroic ability. Nem finomkodj el a Fanatic. All in talentek mind. Huge burst tud majd jönni a Dignitasra, úgyhogy lesz gondja Bakerynek. És jól sejtette Jay, hogy azt a heroikat ki kéne, hogy tolja, hiszen jött rá Geng. A hútja pedig nem jó. Egyetlen oltár botlén, ezért megy majd a háború. És végre egy olyan fightot láthatunk, ahol nagy valószínűséggel érkezhetnek a heroikok is. Hát de nézzük, hogy Jay hogy választ húkokat illetően, sikeres lesz ez egyáltalán. Hűha, snitch. Egy picit elpozícionálja magát, és most jön a Starfall. Három emberre vele együtt a minionokra, de nem akarnak fightolni a Dignitasosok, snitch könyörög egy kis HP-ért. És jön a Molten Core, ezzel lehet delay-eltetni egy kicsit. Az viszont jó húz! A Sulfurás mellé megy a rút, viszont nem. És Breeze itt most meghalhat végül. És nagyon szép snitchnél a Mighty Gust megmenti Jay-t a biztos haláltól. Úgyhogy ember előnkben a Dignitas, de még mindig nem engedi el Smexy és a Fanatic az oltárt eddig a pillanatig. Ubira pedig jó aztán. És végül sikerül elhozni Bubival egyetemben még Smexy regárját is.
a Dignitas nagyon kemény, és 2-0-ra alakíthatja hamarosan az eredményt, ha ez így megy tovább. 5-5 lő, nem is 4-et. Belekezdenek a botba is, és mivel szép vannak szóródva a Fnatic játékosok, 24 lövést tudhat magáénak a Dignitas pillanatokon belül. Könnyedén autót akkor ölik meg végül, és foglalják el a 4 lövést. Level 13 még hiányzik a Fnaticnál, egy kis szók még rájuk fér. De Jay-ék pedig érkeznek, és úgy tűnik, hogy nagyon hook-orientáltan a minionokat megkerülve. Hűha, Quack és Breeze ott van, és Jay-t el lehetne kapni. Kijön a Cursed Bullet, nagyon kevés HP-ja van Jay-nek, és úgy tűnik, hogy ő most eltávozik tőlünk. Elképesztő bait, és nagyon jó pozicionálás, Snitch pedig megmenti a napot. Faker is számára. Hiába jó tirandesztánja. Az igen, ez egy nagyon jó kis összeépített gank volt. Breeze-t és Quacknix-et érdemes dicsérni érte. Egy oltár megint jön majd. Botra is még egy, majd midre. Vagy trade el a két csapat, vagy megpróbálj valaki 2-0-ra rámenni. És JPL halála miatt úgy tűnik, hogy egyszerre kettőt veszíthet el akár a Fnatic, de nagyon szép Zéliának az észrevétele. Egyszerre kettő darab oltárt szakít. Egyet minden, egyet boton. Itt kell megjátszani egy jó moltenkort, a fene egye meg. Jó a szakítás, viszont Breeze-nél a hook mellé megy JPL-től, így ezt most megúszta a Fnatic. Már elvitték. Ójjaj, JPL megint snitchiz, vagy snitch húzza ki csapatát a bajból. Jay-nek viszont nagyon low HP-ja van, így vissza kell, hogy hátráljanak. És Hubi kezdi el az első channelinget, ami úgy tűnik, hogy végig is ér. 4 lövést ezzel okozva a Dignitas korjának. Így esélyesek arra, hogy a következőt is valamilyen szinten megpróbálják elhozni és utolérjék egy kicsit ellenfelüket. Az a hook jól nézett ki, csak elég rövidre sikeredett. És jön még egy kempezés is a Fnatictól, elhozzák a saját oldalit is. Megpróbálják majd talán elhozni a keepet a Dignitastól. De a 16-os talent a Dignitasnak dolgozik, és egy szint még a Fnaticnak mindenképpen el kellene. Quacknix-ék pedig topra érkeznek ketten, eléggé szoros kapcsolatban állnak ebben a mérkőzésben Wubival. Nem nagyon mennek külön sehova. És neki kezdenek gyorsan, a keepnek kell válaszul valami a bosszénen elhullott keepjükkel szemben. És ezt nagyon jól választják, hiszen nem érnek ide a Dignitasosok. És így 4-4-re alakítják megint az állást. Egy perc van vissza a bosszig, és 3 oltár érkezik cserébe. Az a hook szinte már Breeze-nek a hátán landolt, de nem adta be a hitbox végül. Snitch pedig talán könnyedén hozhatja el a botlane oltárt,
De érkeznek rá hárman is a Fanatiktól. Itt az ideje tovább indulni. A bagollyal viszont még mindig meg lehet szakítani akár. Megtörtént a csere, topon. Smexiék pedig megpróbálják elhozni a botlén. De Bakerék végre összeállva mehetnek is, próbálhatják ezt megszakítani. Molten Core pedig Zéliától megint érkezik. Hook és a root combo ismételten mellé megy, most Jay nem olyan pontos, mint az első meccsen volt, de ennek ellenére még mindig vezetnek egy szinttel. Na de majd a Hook, nagyon szép spimpit irandéjén híjön a cleanse. A Sulfurász pedig nem találja el pontosan, és most jön Smexiéktől. A jó öreg Bloodlust. Bakeré pedig lesz silence-eli a két frontline, Swift pedig oltári nagy bajba van, és végül Wubi az első halott, Brizen nagyon jó, megint a Hook, és a kettő ember cserél a nulláért a Dignitas, lehet menni tovább. Viszont nagyon jó időben dől le a Fanatic, tekeri vissza saját képjüket, itt csak hármat lő most a Dignitas, csak múlott néhány másodpercen. Így viszont most defelésre ítéltetett a Dignitas, de előtt elhozzák a boss. Behúzzák Bakerit a buliba. Szép GPL-től az észrevétel. Könnyed, boss már megint. 6 HP-n ezzel a Fanatic core-ja. Nagyon szép megint Swimpin! Nagyon rövid! Mind a root, mind a tornádó, de Smexitől megint jött a cleanse. Just in case. Hát, ha valami rossz történik. A Hook most megint megnyert egy fightot. És végül Snitch fordítja át a top lane képjüket. Másfél szint a Dignitas előnye ezzel, és közel már a level 20, és oly távol a Fanatiknak viszont. Hiába kempeznek, le vannak azért maradva. Kettő oltár jön, mondhatni a Dignitas szerencséjére, hiszen ezzel akár megnyerhetik a második meccset, és egy győzelemre lesznek akkor, hogy ők lének a katowicei bajnokok. Swimpék pedig pontosan tudják, hogy jönniük kell, és nekik viszont mindkettőre szükségük van. JM viszont oltárja a fókuszt, micsoda shield érkezik Bakeritől. Zélia pedig nagy bajban van, de végül Ruby az első halott. Quack pedig a második. Dignitasnál pedig csak Zélia hal meg. Priest csatlakozik a halottak listájához, mennével együtt. Snitch pedig all-in. Megpróbálják bekeríteni Swimpéket. 3v2 ezzel. De Swimpit valahogy hatástalanítani kellene a bagyok miatt, mert ügyesen szakítja a use. Bakeriék pedig húzzák, halasszák, próbálják őket kitolni a játékból, és jó az észrevétel Snitch-től, hogy beugrik. Itt Max is már elengedi, és itt az első hivatalos Team Vibe. A Dignitas pedig 2-0-ra ezzel. Behúzza a második meccset a Towers of Doom-on. Bakeri pedig örömtáncot jár. Jogosan teszi. És itt a végső csapás. 2-0 ezzel, GG Dignitas!